Az Oroszláni Rákóczi Szövetség tagjai évről évre együtt tisztelegnek a nemzeti ünnepnapokon, és kegyelettel emlékeznek meg a fekete lobogós gyásznapjainkról. Itt tettek november 4-én is az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 65. évfordulójára emlékezünk, mint köztudott november 4-e nemzeti gyásznap. Helyi szervezetünk immáron 13 éve emlékezik meg ezen a szomorú napon. 1995. augusztus 17-én alakítottuk meg az Oroszlányi Rákóczi Szövetséget 13 fővel, ma már több mint 130 tagja van a helyi szervezetünknek, legfőképpen történelmi múltunkra való megemlékezéseket, illetve irodalmi esteket tartunk. A szervezet célja a Kárpát-medencei magyarsággal való szorosabb kapcsolattartás, jóbaráti viszony kialakítása és fontos számukra a nemzeti kultúrájuk évszázados hagyományainak megőrzése, továbbadásának támogatása. Hagyományos megemlékezéseink vannak, legfőképp amit mi vezettünk be Oroszlány városába, ilyen például január elején a dommenti hősökre való méltó megemlékezés, a Magyar Hősök Napja, az október 6-ai aradi vértanúkra való méltó megemlékezés. Ezen túlmenően író-olvasó találkozókat is szervezünk, ahova hazai és határon túli szerzőket hívunk meg, hogy mutassák be főként történelmi témájú köteteiket. Egyetlen egy rendezvényünk van az idén, ami november 27-én lesz, de ez egy zárt körű esemény. Ekkor a tagságnak vetített képes formátuma be lesz mutatva az idei évi tevékenységünk, ismertetve lesz a jövő évi programtervezet, és kitüntetések, elismerések átadására kerül sor.